10 dolog, ami biztosan kell, hogy sikeres legyél. Gondolkoztál már azon, hogy néhány ember miért lehet sikeresebb, mint társaik? Csupán szerencséjük lenne? Vagy jókor vannak jó helyen? Szeretnél te is a sikeres emberek közé tartozni, de nem tudod ezt hogyan érhetnéd el? Elárulom, nem befolyásolja a sikeredet a szerencse vagy a sors. A sikert több szemszögből is vizsgálhatjuk. Vonatkozhat ez a karrierünkre, párkapcsolatunkra, tanulmányainkra. Egy viszont közös a sikerek elérésében. A sikeres embereknek különböző szokásaik, tulajdonságaik vannak, melyek segítenek a céljuk megvalósításában. Ebben a videóban összegyűjtöttünk 10 olyan szokást, ami a sikeres emberek mindennapjaiban jelen vannak, és ha te is az életed részévé teszed, akkor ezáltal te is azzá válhatsz. Első szokás, tűz ki célokat és képzeld el a sikert. Minden ember szokott álmodozni, vágyakozni. Viszont a sikeres emberek abban különböznek, hogy nem álmodoznak, hanem célokat tűznek ki. Ezek a célok lehetnek rövid távú vagy hosszú távú célok is. Ráadásul ezekhez a célokhoz legtöbbször kidolgozott megvalósítási stratégiát is készítenek, és meghatározott határidőt szabnak meg a cél teljesítéséhez. Így nem csak egy vágyakozás marad, hanem belátható időn belül meg fog ez a cél valósulni. A motivációd fenntartása miatt ezeket a célokat érdemes kézzel leírni, valamint a hozzávaló stratégiát is feljegyezni. Ezáltal minden nap egyre közelebb kerülhetsz a sikeres megvalósításhoz. A sikeres emberek nem csak célokat tűznek ki az életükben, hanem ezeket a célokat vizualizálják is, ezzel még jobban segítve a megvalósulást. Második szokás, meditálj. A sikeres emberek beleépítették a meditációt a mindennapi rutinjukba. A meditáció segít abban, hogy hatékonyabban tudj koncentrálni egy feladatra, és higgadt tudj maradni a legstresszesebb napokon is. A meditációt akkor végezd, amikor neked a legjobban beépíthető az életedbe. Ez lehet reggel, este, vagy akár a munkahelyeden is napközben. Tarthat a meditációt pár percig, vagy akár egy órán keresztül is. Mint mindent, a meditálást is gyakorolni kell, nem várhatjuk el magunktól, hogy egyik napról a másikra tökéletesen végezzük a feladatot. A Harvard Egyetem kutatói egy tanulmányban kimutatták, hogy napi 15 perc meditáció hatással van az idegrendszeredre, és a vérnyomásodat is stabilizálni tudja. Ezt a kutatást 8 héten keresztül végezték, és kimutatható javulást tapasztaltak a résztvevő alanyok fizikai állapotában. Harmadik szokás, kelj korán! Két embertípus létezik, a pacsirták és az éjjeli baglyok. Ha már a bioritmusod beállt az éjszakai életmódra, akkor adj időt a szervezetednek ahhoz, hogy ez megváltozzon. Próbáld kis lépésekben hozzászoktatni az új életstílushoz a szervezeted, kicsit feküdj le előbb aludni, és ehhez mérten kelj fel annyival korábban reggel. Az első időszakban nehéz lesz, de kitartó munkával sikerülni fog. Plusz tipp, hogy este már ne fogyassz koffeint, így könnyebben el fogsz tudni aludni. A Texasi Egyetem 2008-as kutatásában olvashatjuk, hogy egyetemi diákok mindennapi szokásait és az egyetemi átlagukat vizsgálták meg. Azok a diákok, akik a koránkelők közé tartoztak, sokkal magasabb tanulmányi átlagot értek el, mint azok, akik késő estig maradtak fenn. Negyedik szokás, sportolj! Biztos már a könyöködön jön ki, hogy miért fontos sportolni, viszont a sikeres emberek életének fontos része a testmozgás. Azon felül, hogy egy egészséges, esztétikus külsőt eredményez a sport, az Athlete's Way könyv alapján azt mondhatjuk, hogy napi 20 perc sportolás segít kialakítani a tökéletes egyensúlyt a mentális és fizikai egészségben. Ha testileg lefárasztod magad, akkor az elméd jobban tud koncentrálni az adott feladatra, így hatékonyabban, gyorsabban meg fogod tudni valósítani azt, ami egyenesen a sikerhez fog vezetni. A sportágat te szabhatod meg saját magadnak. Lehet ez séta, kocogás vagy akár thai box is. A lényeg, hogy szeresd az adott mozgásfajtát és be tud építeni a mindennapi szokásaidba. Ötödik szokás, írj naplót!
Gyermekkorunkban sokunknak volt naplója, amit féltve őriztünk a párnánk alatt. Kitartóan írtunk bele minden nap arról, hogy mi történt velünk aznap, milyen érzéseink vannak. Felnőttként már kevesen mondhatjuk el magunkról azt, hogy aktív naplóírók lennénk. A sikeres emberek életében viszont a mai napig fontos helyen szerepel a mindennapos írás. Egy pszichológiai kutatás alapján a naplóírás nagyban hozzásegít ahhoz, hogy pontosabban megismerjük az érzéseinket, és rájöjjünk ok-okozati összefüggésekre az aznapi történtekkel kapcsolatban. Az e-fajta önvizsgálat során az önismeretünk nagyban fejlődik, és ezáltal a későbbiekben sokkal jobban tudunk reagálni hasonló helyzetekre, ami egyenesen a sikerhez fog bennünket vezetni. A naplónkat írhatjuk számítógépen is, de pszichológusok ajánlásával érdemesebb kézzel írni. 6. szokás. Tarts szüneteket! A sikeres emberek rendszeresen iktatnak be szüneteket az életük több területébe is. Ezeket a szüneteket lehet a munkára, és lehet akár a közösségi médiára is vonatkoztatni. Lehetnek pár perces szünetek, vagy pedig egy hosszabb nyaralás is. A LinkedIn cikke alapján a sikeres emberek mindennapi szokásai közé tartozik az a fajta szünet, mikor egy rövidebb időre elhagyják a munkahelyük épületét. Természetesen nem órákra tűnnek el a munkából, csak pár percre, hogy utána jobban bele tudjanak mélyedni újra a feladatokba. Ez alatt a rövid szünet alatt sétálhatsz egyet, nyújtózhatsz, ihatsz egy kávét, vagy akár meditálhatsz is. Fontos, hogy ne a közösségi médiát görgesd cél nélkül, hiszen ekkor nagyon hamar el fog telni a szüneted, és semmivel sem fogod frissebbnek és kipihentebbnek érezni magad. Időnként érdemes elmenni egy-egy rövidebb vagy hosszabb nyaralásra is, amikor fizikailag és mentálisan is fel tudsz frissülni. 7. szokás. Fogadd el és tanulj a hibáidból. Minden ember életében vannak sikertelen periódusok. Az életed során biztos lesz még olyan, ami nem sikerül, ezt el kell fogadnod. Viszont a sikeres emberek nem zuhannak össze, és nem panaszkodnak, hanem előnyükre fordítják a kudarcot. Dr. Guy Winch, klinikai szakpszichológus kutatása alapján a kudarcunkat először több szemszögből kell megvizsgálnunk. Érdemes lehet külső véleményt is kérni erről. Ezután a megfelelő tanulságokat kell levonni, hogyan kellett volna reagálni, és végig gondolni az egész helyzetet, mit csináltunk jól, illetve rosszul benne. Ezután pedig önfejlesztéssel elérhetjük azt, hogy a következő hasonló szituációban már sikeresek legyünk. 8. szokás. Vigyél rendszert a mindennapjaidba. A sikeres emberek szokásai közé tartozik a feladataik, gondolataik, céljaik rendszerezése. A Leicester Egyetem kutatása alapján érdemes minden napra lebontva összeírni az aznapi feladatok listáját. Ebben a listában súlyozni lehet a feladatokat fontossági sorrend alapján. Az, hogy leírod a napi feladataidat, segít abban, hogy jobban meg tud tervezni a napodat. Amikor pedig egy feladatot sikeresen megcsináltál, az nagy lökést ad arra, hogy a többit is véghez vidd. A napi feladataidat összeírhatod előtte való nap, aznap reggel, vagy akár vasárnaponként egy egész hétre előre megtervezheted a hetedet. A listából kiválasztod azt a 3 feladatot, amit biztosan el kell aznap végezned, viszont a hatékony munkavégzés érdekében egyszerre csak egy feladatra koncentrálj. 9. szokás. Mosolyogj! Jól hallottad? A mosolygós, pozitív szemléletű emberek sikeresebbek az életben. A University of Missouri, Kansas City a mosolygásról készített átfogó kutatást. Ebben olvashatjuk, hogy ha mosolyogsz, akkor fiatalabbnak és magabiztosabbnak tűnsz. Külső szemszögből szimpatikusabb leszel, ráadásul a mosolygástól ténylegesen jobb kedved is lesz, hiszen az agyad így dekódolja a mosolygásod. Nem utolsó sorban pedig a mosolygás ragadós, próbáld ki! Mosolyogj rá valakire! Biztosan vissza fog mosolyogni rád. 10. szokás. Olvas! A sikeres emberek szokásai közé tartozik az, hogy folyamatosan fejlesztik magukat. Mindig újabb és újabb ismeretet sajátítanak el, és ehhez elengedhetetlen az olvasás. Amíg a testünket sporttal tartjuk karban, addig az elménket olvasással.
A Philadelphiai Egyetem egyik kutatásában olvashatunk arról, hogy a mindennapos olvasás milyen hatással van az agyunkra. A kutatásban vegyes korosztály vett részt, és az eredmények alapján minden korosztály rövid és hosszú távú memóriája javult a mindennapos olvasás hatására. Mark Zuckerberg például 2 hetente 1 könyvet olvas el, Bill Gates hetente 1 könyvet olvas el, míg Elon Musk egy interjú során azt a választ adta arra a kérdésre, hogyan tanult meg rakétát építeni, hogy könyveket olvasok. Ebben a videóban felsoroltunk neked 10 olyan tippet, ami a sikeres emberekre jellemző. Érdemes kipróbálnod, hogy neked melyik válik be. Ne feledd, hogy egy szokást felvenni és rutinná tenni az életedben hosszabb időbe telik, légy kitartó! Te melyik tippel fogod kezdeni? Írd meg kommentben!